többször előfordul az, hogy többször nyitunk trédet egy irányban. Az új kiszállási, tehát az új exit stratégia szerint a nyerési lehetőség, hát nem akarok nagyképűen, de brutálisan megnyílni. Megmutatnám röviden tényleg, hogy hogy néz ki akkor, amikor azt a fajta módszert alkalmazzuk. Ez ugye ugyanaz a csárk, itt fehérrel jelöltem azokat, amik nyerő trédek, tehát a fehér vonalak, ugye, tehát ez itt indult, ugye, és ott van vége, ez itt indult, itt van vége, tehát ebben például kétszer nyitottunk bele, ebben, bár itt van egy harmadik, amit úgy látszik elfelejtettem, nem vettem észre. Azokat a trédeket, amikből a prékemen lett végül is, azokat kékkel is megjelöltem, és sárgával azt, ami veszteséges. Tehát itt van például egy veszteséges. Tehát például ebből a dombból kétszer, tehát egyszer az egészet, majdnem az egészet kivettem, egyszer meg a felét. De hát ennél vannak sokkal-sokkal jobb esetek is. Itt van például ez a domb. Ebből a mozgásból ötször annyit lehet kivenni, mint egy tréddel. Ötször annyit, és közben ugye itt látjuk, itt van nekünk egy békevenes trédünk is. De megy ez még tovább is. Ebből a nagy shortból, egyébként M30-on vagyok, ebből 10 darab nyereséges trédet lehet kivenni. Itt lehet látni, hogy hol indult és hol van vége. Ugye? Itt van egy veszteséges trédem, ebből sajnos veszteség lett, mert itt rögtön utána visszafordult. És ebből pedig itt békevenes tréd lett volna. Tovább megyünk, és akkor itt lehet jól látni, hogy itt van egy eléggé oldalazós fázis. És szinte mindegyiknél sikerül kivenni legalább break-evennel, ugye, a dolgot. Kettő darab veszteséges tét az, amit nem tudtam vele kivédeni. Tulajdonképpen, de ezek a veszteséges tétek azért elég kicsik. Pláne összehasonlítva azzal, hogyha egyszer elkapunk egy jó trendet, ebből a trendből például 6-szor annyit lehet kivenni, mint hogy egyetlen egy trédet indítaná az ember. Tehát ez a, hogy úgy mondjam, forradalmi újítás ebben a dologban, amit persze majd részletesen el fogok mondani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon meg fogja érni, hogy látogassanak el a szemináriumomra. Hát ennyi lenne. Köszönöm szépen a figyelmüket!